Immáron 17. alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágtát. A szilvásváradi megmérettetésen Galaxi történelmi sikert aratott, míg lovasa Tóbiás Zsuzsának első alkalommal szólt a himnusz a lovas kultúrát népszerisítő versenyen. A 22 éves lovas elmondta, hogy egész életében erre az eseményre készült. A mindent eldöntő végső vágta mezőnye történelminek mondható, hiszen korábban még sosem fordult elő, hogy csak női részvevői voltak. Június óta vagyok most Molnár Gyöngyinél, hiszen előtte Olaszországban voltam, így is beszéltük meg Molnár Gyöngyivel. Sok kondíció munka elsősorban, hiszen a középdöntő és a döntő 5,5 kör volt, szóval oda nagyon sok tüdőmunka kellett a lovaknak. Heti 5-6 napot edzettünk a versenyre. Nem egy egyszerű ló, de azt gondolom, hogy megtaláltam vele a közös hangot. Igazából én már régóta ismerem őt, hiszen mikor ide került, akkor pont itt voltam Molnár Gyöngyinél. Akkor ki lehet mondani, hogy akkor kezdtem ezt a galop stílust elsajátítani, és Molnár Gyöngyi mondta, hogy próbáljam ki, és már akkor első látásra szerelem volt ez a ló. A 9 éves herélt magyar félvér Galaxi örökös bajnok státuszba lépett a Nemzeti Vágtán, hiszen sorozatban harmadjára győzött. Molnár Gyöngyi, aki kétszeres nemzeti vágta győztes és tréner, elmesélte nekünk, Galaxi miért is Decset képviselte a verseny során. Pap Gyula, aki a ló tulajdonosa, ő egy helyi vállalkozó, egy decsi vállalkozó, és ő már nagyon-nagyon régóta imádja ezt a versenyt, a Nemzeti Vágtát, és azon keresztül keveredtünk mi így ismertségbe, vagy lettünk nagyon jó barátok, mert most már mondhatom, hogy inkább barátok vagyunk, mint munkatársak, vagy tehát nem hivatalos igazából a viszonyunk, egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember. És nagyon régóta szerette volna, hogy Decs ott álljon a dobogó legfelső fokán. A Nemzeti Vágta fő célja a nemzeti hagyományok ápolása és kapcsolatteremtés, hídépítés a Kárpát-medencei települések között, valamint a magyar vidék és Budapest között Magyarország újbóli felemelése a lovas nemzetek sorába. Nem csak Magyarország, hanem a régi nagy Magyarországon élő felvidéki, illetve más határos országokból élő magyarok is jöhetnek ide, és én azt gondolom, hogy ez már felülmúlja azt is, amit az elején elképzeltek maguk a rendezők. Tehát, hogy emiatt kell a kötődés, kell a település, ahhoz, hogy tudjuk, hogy kit képviselünk ott. A felkészülés az nem igazán különbözik abban, amit a galopsport megkíván, ugyanis ez is egyfajta galopsport, csak ez speciálisabb fajtája, ugyanis sokkal kisebb kerületű körön kell a lovaglást, illetve a pálya belovaglását megoldani. Szerintem ez sokkal nehezebb, mint egy kincsenparki lovaglás, sokkal speciálisabb. Zsuzsi pedig már gyerekkora óta ismerem, gyerekkora óta jár ide hozzánk, úgyhogy tényleg szinte nyomon követtem azt, ahogy ő felnő, illetőleg még az én időmben, amikor én versenyeztem, a szüleivel együtt versenyeztem, vagy a szülei ellen, úgyhogy mondhatom, hogy az ő családja tényleg egy vágtás család, akinek a leszármazottja Zsuzska, akinek sikerült a szülei álmát is valóra váltani, szóval én azt gondolom, hogy ez többszörösen is fantasztikus dolog. Harmadszor nyertem meg Zsinórban egymás után a Nemzeti Vágtát, különböző pályán, ugyanis a Hősök terén is diadalmaskodott még, sőt ott ráadásul kétszer volt második helyezett is, ugyanis a legelső alkalommal is rögtön már második volt, tehát ott is kitűnt már, hogy egy komoly tehetség rejtőzik benne. Illetőleg itt Szilvásváradon is hiába volt kisebb kerületű a pálya, ez sem okozott neki problémát, mert tényleg akkora klasszis, fantasztikus lóról beszélünk, fantasztikus tehetség. És hát így a legnagyobb boldogság is, hogy ő emiatt örökös bajnok lett, az mellett a legnagyobb szomorúságunk is, mivel nem tudjuk, hogy mi legyen a ló további jövője, ugyanis az örökös bajnoki címmel a jövő lehetőségét is valamilyen szinten elvettük tőle, vagy megfosztottuk tőle, mert mivel ő ebben specialista, nem tudom, hogy mit teszünk majd vele. Hát lehet, hogy nézegetjük őt a karámba, amíg lehetséges. A jelenleg hatályban lévő szabályok alapján Galaxi, az örökös bajnoki címmel rendelkező ló
nem vehet részt a továbbiakban nemzeti lovas versenyen. Hát ő a versenyszabályzat tiltja, hogyha a ló háromszor nyer, akkor többet nem indulhat a nemzeti vágtán. Ez a lovasokra nem vonatkozik, ők nyerhetnek akármennyi alkalommal, a ló viszont csak 3 győzelmet tudhat magáénak. Eddig 2 ilyen ló volt a vágta történetében, Májboly Mennydörg és Németh János lova, illetve Fantázia, aki a Szabolcski család tulajdona volt. Ő is mind a 2 kétszer nyert, de a harmadik egyiknek sem sikerült. Én azt gondolom, hogy ha teljesen egészséges maradna, ugyanis a sérülés az bármikor benne lehet, de hogyha ez nem akadályozna minket a készülésben, akkor én szerintem egy 4-5 év még biztosan lehetne benne, egy 4-5 győzelem. Szomorú, de nem tudjuk, hogy mi legyen vele, mert teljesen egészséges, jól érzi magát, fantasztikus, kirobbanó formában van, és egyszerűen nincs jövőképünk a lóval kapcsolatban. Az előző években nagyon kevés település volt, akiről ennyire éreztem azt, hogy ugyanakkor a boldogság, mint amilyen nekem, illetve a Zsuskának, mert amióta már én nem versenyzem lovasként, de át tudom érezni, ugye én is nyertem 2-szer, tökéletesen átérzem az ő boldogságát, tudom, hogy milyen ez most neki, és ugyanolyan jó érzés nekem, mintha én nyernék annó így csapatként, mindannyiunknak ugyanaz a boldogság, viszont településről soha nem kapok annyi visszajelzést vissza, olvasom a social media felületeit, látom, hogy ott van, hogy gratulálok, de ez valahogy nem olyan, mint amikor például tegnap a polgármester úrral, Tiborral találkoztunk, és láttam rajta azt a boldogságot, azt a lelkesedést, és ahogy elmondta, hogy a decsi településen élő emberek, hogy micsoda ovációval fogadták például a héten, ahogy volt az idősek napja, és hogy micsoda hatalmas tapssal fogadták. Ezek a visszajelzések azok, amik most eljutottak úgy hozzám, hogy érzem azt, hogy egyként boldog mindenki, aki e mögött áll. A győztes ló és lovasa az arany sarkantyú díjat viheti haza, az őt benevező tulajdonos pedig 5 millió forintot, és 1 évre megkapja nemzeti vágta vándor szabjáját.